Már az új év első heteiben is több kéménytűzhöz riasztották megyénk tűzoltóit. A legtöbb esetben a kémények műszaki állapota és a nem megfelelő tüzelőanyag használata vezetett a kialakult esetekhez. Kis odafigyeléssel megelőzhetők lennének az ilyen problémák. A helyes fűtéshez csak és kizárólag kezeletlen, légszáraz kemény fát használjunk. Erre hívta fel a figyelmet az Zala megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóközleményében. Mi a kezeletlen? Ugye, amikor nincs rajta se festék, se lakkor, se pánc, ragasztóanyag és hasonló anyagok, ugye akkor ez a fa légszáraz lehet. És légszáraz lehet akkor is, és akkor tudjuk a legjobban használni, hogyha ennek a fának a nedvesség tartalma az 20% alatti. Ezt ugye úgy érhetjük el, hogy ugye a tüzelésre szánt fát azt hasítva egy ilyen fedett szellősejen tároljuk 1,5-2 évig. Ugye a tűzifa mellett még szóba jöhet az is, hogyha kisebb mennyiségben papírhulladékot, vagy utána veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen és száraz fahulladékot, oldal ki taroljon faforgácsokat elégetünk. A nedves fa eltüzelésekor a kémény belső falán lerakódott kátrány is kéménytűzhöz vezethet, melyből könnyedén lakástűz is lehet. Arra is érdemes odafigyelni, hogy a tüzelőberendezést ne használjuk szemetesnek. A háztartásban felgyülemlett hulladék nagy mértékben szennyezi a környezetünket, károsítja egészségünket és könnyen életveszélyes állapotokat idézhet elő otthonunkban, valamint növelheti a szénmonoxid és más mérgező gázok kialakulásának kockázatát is. Zala megyében 2021-ben összesen 143 lakástűz keletkezett, ebből mintegy 110 esetben konkrét tűzoltói beavatkozásra is szükség volt. Ugye ezeknél a tűzeseteknél a megye tűzoltói 9 embert mentettek meg, 9-en ugyanakkor meg is sérültek, és 3 ember életén pedig sajnos nem lehetett segíteni, és ezek a tragédiák mind tavalyi év novemberében történtek. Ugye sorrendben történtek belső sárdon, sajnálatos módon Hévízen is, és Zalakaroson is. Ugye ugyanezt kapcsolódik nyilván az is, hogy 2021-ben 48 alkalommal riasztották a megye tűzoltóit szénmonoxiddal összefüggésben, és 4 ember kellett kimenekíteni a lánglovagoknak. Országos szinten több mint 7000 lakástűz keletkezett az elmúlt esztendőben. Környezetünk védelme, egészségünk megóvása és a biztonságos fűtés érdekében csak a megfelelő tüzelőanyagokkal fűtsünk. Évente egyszer ellenőriztessük tüzelőberendezéseinket. Vegyük igénybe a kéményseprői szolgáltatásokat, és szerezzünk be füst- és szénmonoxidérzékelőt is.